Miniszter úr, ön állandó szereplője ennek a portfólió konferenciának. A beszédéből kitűnik az, hogy nagyon képben van a magyar mezőgazdaság állapotáról. Ezek szerint ennyire érdekli még a mezőgazdaság sorsa? Hát az ország sorsa érdekel engem, és nem csak a mezőgazdaságban vagyok képben, hanem az ország sorsát illetően is, és sajnos azt kell, hogy mondjam önnek, amellett, hogy számos dologgal egyet tudok érteni, ami a jövő érdekében történik, de ugyanakkor számos olyan kritikát is kénytelen vagyok megfogalmazni, amelyen változtatni kellene. Ez igaz nem csak a mezőgazdaságra, hanem igaz az iparra és az ország egészére, az állapotára vonatkozóan is.